Köszöntöm a társalgó nézőit! Mai adásunkban Horgas Eszter Fuvola művész koncertjének pillanatait elevenítjük fel, majd a Hét Torony Fesztivál makói állomására kalauzolom el önöket, amely egy kiállítással és két koncerttel örvendeztette meg a marosparti közönséget. Én ezekkel várom önöket, hamarosan kezdünk, azonban megszokhatták, hogy itt a műsorunk elején velünk játszhatnak. Egy héttel ezelőtt azt kértem önöktől, hogy írják meg nekünk, hogy Márton napon mit szokás enni. A helyes válaszok között volt mindenféle libás étel. A nyertesek már a képernyő alján láthatták neveiket, gratulálunk nekik. Azonban ma is velünk játszhatnak, hogyha megírják nekünk, hogy melyik híres építész tiszteletére rendezik meg évről évre a Hét Torony Fesztivált. A helyes válaszokat várjuk a 0630 447 1464-es telefonszámra. De Facebookunk felkeresésével privát üzenetben is megválaszolhatják mindezt, és hogy miért érdemes helyesen válaszolni, mivel 2000 forint értékű Glórius utalványt sorsolunk, valamint a Szegedi Nemzeti Színházba, a Hagymatikumba és a moziba is belépők találnak gazdára. Ezekkel várom önöket, már is kezdünk, tartsanak velünk! A Fuvola virtuóz Horgas Eszter játszott nemrégiben a Hagymaházban kollégájával, Révész Richárd zongora művésszel együtt. A sokak érdeklődését kiváltó előadás az Örömzene címet kapta. Szüleinek köszönhetően már gyermekkorában nagy hatást gyakoroltak a művészetek Horgas Eszterre. Diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte meg. 20 éves kora óta koncertezik Magyarországon és Európa szerte. Az előadó meggyőződése, hogy csak úgy emelheti a fuvolát a szólóhangszerek közé, ha új irodalmat hoz létre. A klasszikus zenével egyetemben előszeretettel használja a jazz és a latin irányzatok nyelvét. Az immár többek között Artisius díjas, valamint köztársaság érdemrenddel kitüntetett művész a makói koncertfelkérést megtiszteltetéssel fogadta. Voltam már itt, de az biztos, hogy itt a Hagymaházban nem játszottam. Tehát pont azon gondolkoztam, amikor jöttem lefelé, hogy, mert ugye nagyon sok helyre visszahívnak, hogy olyan, na ez most valóban egy ilyen ismerős hely lesz, vagy pedig egy új. És hát amikor bejöttem, akkor teljesen alájultam, mert nagyon jó pofa, és nagyon klassz ez a terem, nagyon tetszik nekem, és nem jártam még itt, úgyhogy remélem, hogy sikerül szép élményekkel mennünk majd haza. A Fuvola virtuóz legnagyobb kedvencei közül válogatott az estére, így Gershwin, Bernstein és Piazzolla művek is csendültek a jeles eseményen. Az előadó Révész Richárd zongora művész kollégájával közösen muzsikált a közönségnek a Hagymaházban. Én nagyon szerettem a duót, akármilyen furcsa, duóban sokkal több mindent lehet szabadon megvalósítani, hiszen csak ketten kell, hogy figyeljünk egymásra, tehát amikor öten vannak mögöttem, vagy egy nagy zenekar, akkor azért sokkal fegyelmezettebb és szabályosabb egy koncert, hogy ugye nehogy szétmenjünk, vagy tehát, hogy egy gondolkodás, egy ritmika legyen. Amikor ketten vagyunk, akkor mindig sokkal több, számunkra is meglepetés történik a koncerten, azért szeretem nagyon, mert sokkal szabadabban merünk játszani, és arra ugye a másik meg reagál. Horgas Eszter stábunkkal azt is megosztotta, hogy a 2019-es esztendő is tartalmasan telt. Az előző évekhez hasonlóan idén szintén volt egy új bemutatója, mégpedig Szerelmes Chagall néven. A szürrealista festészet egyik legnagyobb képviselőiről szóló előadást összművészeti elemekkel vitték színpadra.
nagyon érzelmes lett, és ennek nagyon örülök, tehát folyamatosan azt hiszem, hogy 26 képét látjuk az előadás közben, itt színésszel is, Bálint Andrással, és van egy váltó színész, a Széplaki Gézával játszuk, és hát a bandám, meg egy 16 éves fantasztikus tehetséges kislány is, mint angyal szerepében, tehát hogy ez nagyon-nagyon izgalmas lett, és azt kell, hogy mondjam, hogy én annyira féltem ettől, mert még soha nem csináltam ilyet, hogy egy nem zenészt dolgoztam föl, vagy nem egy operát, vagy nem, hanem hogy egy képzőművészt, egy festőnek az életét, aki egyébként 98 éves koráig élt, és hát az egész történelmen, ahogy átvonult, ez borzasztóan izgalmas volt, nagyon-nagyon jó munka, és hát most is imádjuk játszani. Jövőre pedig többek között az Imagine, Fene gyerekek, akik megváltoztatták a világot című előadássorozatra készül. Mindemellett a tanítás is fontos szerepet tölt be a művész életében. 10 éve most fogunk jubilálni, vezetek egy összművészeti kurzust Balatonfüreden nyáron, egy ilyen tehát színészeknek, zenészeknek, táncosoknak, tanárkollégákkal, ez nagyon jelentős és nagyon fontos nekem, és hát folyamatosan ugye, amiről a sajtó is sokat írt, van ez a Vukán hagyaték, amit én arra fordítok, hogy fiatal tehetségeket segítsek, tehát nagyon tanítok is konzervatóriumban, és nagyon figyelem a fiatalokat, és nagyon boldog vagyok, amikor hozzá tudok járulni egy-egy karrierhez. A Héttorony Fesztivál makkói állomásán Kalákázni jó, fürdő és közösségépítő kaláka mozgalom címmel nyílt kiállítás, melyet koncertek követtek. A rendezvény sorozaton nem csak Makovec Imre építész munkásságára emlékeztek, hanem az idén 30 éves jubileumát ünneplő Kós Károly Egyesülésre is. A Kárpát-medencében immáron 8. alkalommal rendezik meg a Héttorony Fesztivált, azzal a céllal, hogy a Kossuth és Éből Miklós díjas építész páratlan életművét erősítsék, az általa megálmodott tereket élettel töltsék meg, Lendvától Csíkszeredáig. A rendezvénysorozat hétvégi állomása Makón volt, amely 12 Makovec épülettel büszkélkedik. Tehát azt látjuk, hogy Makovec Imre, ahol alkotott, ahol fölépült a templom vagy művelődésház, ott picit átfordult az adott közösségnek, városnak a mindennapi élete, úgyhogy mi a fesztivállal ezen helyszínekre jövünk szeretettel, és hát ezt fűzzük fel egy fesztivállal, egy kéthetes fesztivál eseménysorra, és fontos célkitűzésünk, hogy Makovec Imre életművelőt adózunk, tehát óriásit alkotott. A jeles eseményre Csernyus Lőrinc Makó főépítésze is örömmel érkezett, és elevenítette fel mesterének értékeit. A múltból táplálkozó, a múltban gyökerező, de egyébként jövőben mutató tudást kell nekünk ápolni, gondozni és továbbadni a fiatalok számára. Építészete mellett erről szól az ő élete és hitvallása. A Héttorony Fesztivál a Szevillai Pavilon héttornyáról kapta a nevét, és alapvetően még Makovec Imre életében egy zenei fesztiválként indul csak, de halála után lett építészeti és zenei fesztivál, és Makó az egy kiemelkedő hely a fesztivál történetében, hiszen nem először, és véletlenül nem utolára jöttünk ide. Városunkban idén a fürdőépítő kaláka mozgalom kiállítása érkezett, amelyet a megnyitó megcsodálhatott a közönség. Ide is egy érdekes kiállítás részt hoztunk, hogy hogyan alakultak át a Kárpát-medence apró fürdőhelyei, a kaláka mozgalom hogyan tudott nagyot alkotni.
érdemes megnézni ezt a kis kiállítást, nagyon tanulságos, mert ugye a Kalákában azok az emberek dolgoznak, akik hisznek valamiben, és pénz nélkül 10 napon át fölépítenek valamit, amit ott hagynak a kis közösségnek, tehát úgymond a csodák szaporodtak ezáltal. És a fesztiválnak szerves része az építészet, tehát a Makovec Mesteriskolája, Kóskároly Egyesülés, ugye idén 30 éves, és hát ahány tanítvány, annyiféle stílus leágazás teszi szebbé a magyarországi városkákat. Valáka az közösséget jelent, kis közösséget, akik együtt tesznek egymásért, és a közösséget körbevévő épített környezetért, akár zenével, akár építészettel, akár egyszerű táj- és kertépítészeti eszközökkel. De a lényeg a közösségen van, a közösségi építésen, együttléten. Ez nagyon fontos szerintem ma, amikor mondjuk a mobiltelefonok világában nem a közösség erősödik, hanem az egyén válik el a közösségtől. Ez is egy üzenet, egy érték hordozó, amit a Héttorony Fesztivál képvisel. És ugye ilyen zenei programok is vannak, tehát közösségteremtő, együtt zenélő, együtt éneklő előadások kísérik idén is a Héttorony Fesztivál rendezvényeit. A határokon is átnyúló Kaláka mozgalomról, az általuk eddig az országban is azon túl elvégzett munkáról árulkodnak tehát azok a molinók, amelyeket az érdeklődők november 29-ig tekinthetnek meg a Hagymaháza ulájában. A fesztivált záró gálát idén is Makovec Imre születésnapján rendezik meg, november 20-án. Ezúttal egyszerre több helyszínen, Budapesten, Kassán és Csíkszeredán. Klasszikus és cigányzene, valamint a Queen egyik legendás dallama, a Bohém Rapszódia című szerzemény is felcsendült Sárközi Lajos és zenekara előadásában. Elevenítsük fel most ezeket a pillanatokat is. A legfontosabb üzenete a zenének azt hiszem a szeretet, és a zenével eljuthatunk olyan helyekre a lelkünkben, hogyha esetleg rossz napja is van egy embernek, vagy hogyha bánatos, én úgy gondolom, hogy a zene gyógyír mindenre, és ezt szeretnénk minél több embernek átadni. Sárközi Lajos Budapesten egy 7 generációs zenész családba született. 5 évesen már édesapja tanította hegedülni, és még ebben az évben kezdte meg tanulmányait a Józsefvárosi Zeneiskolában. Majd 13 éves korában felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem különleges tehetségek osztályába. 15 évesen megnyerte a Radics Gábor Magyar Jazz Hegedű versenyt, ezután megjelent szóló lemeze. Az évek során nagyszerű művészekkel volt lehetősége együtt játszani, köztük Szakcsi Lakatos Bélával. A világ számos pontjára eljutott neves zenekarokkal. Makóra a Héttorony rendezvénysorozat keretében látogatott el. Klasszikusokat magyar szerzőktől, többnyire magyar szerzőktől, gondolok itt Bartók Bélára, Liszt Ferencre, Kodály Zoltánra. Aztán belecsempészünk egy kis cigányos ízt is, ami nem titok. És majd a végén lesz egy olyan meglepetés is, ami talán még a rockzenéhez is köze lesz egy olyan produkciónk is, úgyhogy mondhatni, hogy színes programmal készültünk. Thank you.
Az esten három különböző hangszer szólalt meg nagyszerű összhangban képzett művészek előadásában. Ugye én, mint primárius, hegedűs, hegedű, nagybőgő és cimbalom. Ez azért érdekes, mert ebben a felállásban klasszikus zenét még nem nagyon játszottak. Ugye ez a megszokott kávéházi cigányzenének az alaphangszerei. Aztán most már használják a cimbalmot elég sokat jazzben is, de így, hogy klasszikus játszunk, és teljesen az szólal meg, amit a kottába leírt a szerző, ez ilyen merényletet még nem követett el senki, úgyhogy ebben mi vagyunk az első úttörők. Nekünk azért egy picit át kell ám hangszerelni ezeket a darabokat, mert ugye mivel hogy mi csak hárman vagyunk, a cimbalom egyszerre maximum három hangot tud megütni, nem úgy, mint a zongorista, ugye 10 hangot is le tud ütni. Aztán ugye van egy nagybőgünk, úgyhogy nekünk át kell hangszerelni olyan értelemben a dolgokat, hogy kiválasszuk azokat a fontos dolgokat, aminek mindenképp meg kell, hogy szólaljon. Aztán ugyebár mi játszunk magyar hagyományos cigányzenét is, ezt is nagyon sokan szeretik, és tapasztalatból mondom, hogy a fesztiválok és a szervezők, és sőt a közönség is, elsősorban a közönség, nagyon szereti, amikor belevisszük tényleg azt, amit a szívünkből és a vérünkből tudunk muzsikálni. Úgyhogy minden műfajnak megvan a maga szépsége, és igen, most már kitekintünk egy kicsit. Nem árulok el nagy titkot, hogyha elmondom, hogy a Queen-től fogjuk majd játszani a Bohemian Rhapsody-t, ami úgy gondolom, hogy egy olyan fantasztikus szerzemény, amiben megtalálható a klasszikus zene, a könnyű zene, a rock, tehát minden rétegnek nagyon élvezhető, és mi is imádjuk játszani. Lajkó szerzeményektől volt hangos a Hagymaház, mivel fergeteges koncerttel örvendeztette meg a makói közönséget a Lajkó Félix Band. Virtuóz módjára játszik a hegedűn Lajkó Félix, Liszt Ferenc díjas hegedűművész. A citerával 10 évesen, 1984-ben ismerkedett meg, míg a hegedűhöz 6. osztályos korában került közelebb, de a vonós hangszert részesíti előnyben. Főleg hegedű. Tehát a citera az egy alapvetően nem azért, mert egyszerű hangszer, vagy nem egyszerű hangszer, hanem nekem az gyerekkori
dolgom, tehát nem kell halálra gyakorolnom. Viszont Ágedű, az mivel minden második ember, vagy legalábbis minden második zenész hegedűs, ez mindig hozza magát, hogy ezt állandóan fejleszteni kérem. És ehhez hasonló lajkónótáktól volt hangos a hagymaház, amely igazán magával ragadta a közönséget. Tehát ez még nincs lemezen, van egy-két szám, lehet, hogy megjelent már. Többek között játsszuk azokat, amik ilyen slágerlistások most Angliában, mit tudom én, azokat is el fogjuk játszani, de nem sokat, tehát 2-3-at maximum, sőt, szerintem 2-t inkább csak. A többi az még kiadatlan valami. Kíváncsiak voltunk, hogy hogyan születnek meg a szerzemények. Mint kiderült, a boldogság az, ami inspirálja azokat. Nagyon sok ebéd után, egy ilyen laza állapotban, tehát legtöbbje, igen, de bármikor lehet. Tehát ez nem ettől függ, hogy zenét úgy szereznek az emberek, hogy érdenek hozzá, és egyre kevesebb van belőle, sokkal jobban örülnek, hogy még több zeneszerző lenne most a mai világban, de nagyon kevés van újabban. Öttagú zenekarral érkezett Lajkó Félix Makóra. Ilyen nagy zenekarral nemigen hallhatta a közönség az utóbbi időben, leszámítva a szimfonikus zenekari koncertjeit. Sidó Attila gitár, Kertész Endre cselló, Círják Tamás dob, Mazura János tuba, Barca Horváth József nagybőgő. A hegedű virtuóz örömmel mesélte el, hogy a próbák jó hangulatban telnek, és sok munkájuk van, így nem unatkoznak. Most próbálunk egy győri balettes előadásra, ami egészen más, mint egy koncert. És az is nagyon jó megy. Tehát olyan jól lehet velük dolgozni. Ez a győri balett valószínűleg tavaszi fesztivál megnyitós darab, ami utána menni fog, még élőzenéve is. Meg van két lemez. Én szeretnék még egy szólót csinálni, mármint szólólemezt, ami azt jelenti, hogy 3 lemez. Úgyhogy van egy rakás munka, de élvezhető és jó beosztással működik, úgyhogy tehát nem belehalós. Ennyi fért mai társalgunkba, azonban itt a műsorunk végén újra elmondanám játékkérdésünket.
melyik híres építész tiszteletére rendezik meg évről évre a Hét Torony Fesztivált. A helyes válaszokat várjuk a 0634471464-es telefonszámra, valamint Facebookunk felkeresésével privát üzenetben is megválaszolhatják mindezt. És hogy miért érdemes velünk játszani, mivel 2000 forint értékű Glórius utalvány talál gazdára, valamint belépőt sorsolunk a Szegedi Nemzeti Színházba, a Hagymatikumba és a moziba. Én ezzel búcsúzom, további szép estét kívánok, viszontlátásra!